Szepesi Tiborral beszélgetünk, hol vagyunk most, milyen beruházás fog itt megkezdődni? A Nagyvénkerti lakótelep melletti kosárlabdapályán állunk, és ez lassan már másfél éve tervezzük, hogy ezzel a kosárlabdapályával egyfajta más jellegű beruházást kezdünk, egy teljesen új koncepció alapján, hiszen még 2016 év végén gondolkodott abban a Magyar Kosárlabda Szövetség, hogy egyfajta utcai kosárlabdapályák, tehát streetball pályák építésére írt majd ki pályázatot a sportegyesületeknek TAO pályázaton belül. Ez ugye megjelent ez a promóciós anyag, 2017 áprilisáig kellett eldönteni azt az egyesületeknek, hogy élnek ezzel a lehetőséggel. Ugye a Karcagi Sportegyesület vezetősége megkereste a városi önkormányzatot, és közösen döntöttünk abban, egyesület vezetése, polgármester úr, hogy belevágunk ebbe a pályázatba. A Karcagi Sportegyesület megírta a pályázatát, benyújtotta a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez, ahol a szokott pályázati procedúra után ezt a kosárlabda szövetség jóvá hagyta. Ugye itt még nem áll meg az élet, hiszen ahhoz, hogy TAO pályázatból ez megvalósulhasson, az egyesületnek meg kellett keresni azokat a támogatókat, vállalkozásokat, akik pénzüket erre a TAO pályázatra és kimondottan erre a fejlesztésre ajánlják föl a sportegyesületen belül. Hál' Istennek sikerült támogatókat gyűjtenünk, rendelkezésünkre áll az az összeg, amely jóváhagyásra került ezen a TAO pályázaton. Innentől kezdve egy kicsit felgyorsultak az események, hiszen ma már itt állunk a pályán. Jelenleg a tervezés előkészítése zajlik. Amikor ezzel megvagyunk, akkor látjuk pontosan, hogy hogyan fér el maga a kosárlabda pálya, amiről majd mindjárt még néhány szóban szeretnék szólni. És hát itt jön majd ugye az önkormányzat szerepe, hiszen a pályázathoz önerő is szükséges. Ugye a költségvetésünk jóváhagyásával már most kiderült az is, hogy ez az önerő rendelkezésére áll az önkormányzatnak, tehát a Karcagi Sportegyesületen keresztül tudja biztosítani a szükséges TAO forrás mellé az önerőt. Most maga a kosárlabda pálya az hát nyilván elsősorban ugye a kosárlabda szövetségnek az a célja, hogy az utánpótlást, azt a szurkolói bázist szélesítse, ami a kosárlabdához szükséges. De úgy kell elképzelni magát a parkot, hogy egyfajta közösségi tér. Tehát nem csak a kosárlabdázóknak épül, hanem Karcag valamennyi polgárának, lakosának, hiszen a mellette lévő játszótérrel, a pályák melletti lelátóval, kiülő lehetőségekkel, kisebb közösségi terekkel, én azt gondolom, hogy mindenkinek kielégítő lesz, és hát azért, ha sportról beszélünk, akkor ez egy európai világszínvonalú pálya burkolatot kap, az úgynevezett B33-as játékokra tökéletesen alkalmas, és mivel a nagy center pálya mellett még további kis pályák kerülnek kialakításra, tehát összesen 6 palánkon lehet majd egyszerre játszani, edzeni, szórakozni, de akár kisebb versenyeket is rendezni. A beruházás az mikor fog megkezdődni, illetve a játékosok mikor vehetik majd tervek szerint igénybe a pályát? Mi szeretnénk, hogyha már ebben az idényben, tehát a nyáron már lehetne használni a pályát. Nyilván a TAO elszámolási határidők is azt determinálják, hogy minél előbb elkészüljön a pálya. Tervezőkön nagyon sok minden múlik, hiszen ha sikerül kijelölnünk a helyet, megtisztítani és átadni a munkaterületet, akkor én azt gondolom, hogy várhatóan május végére, június közepére el fog készülni a pálya. Említett, hogy ez egy közösségi tér is lesz. Zárt lesz ez a terület, vagy bárki bejöhet, vagy külön engedéllyel lehet igénybe venni? Nem szeretnénk bezárni ezt a pályát, tehát mindenkinek legyen nyitott, ne csak a kosárlabdázók használják, hanem legyen egyfajta ifjúsági közösségi tér is, tehát jöjjenek ide, beszélgessenek, jöjjenek ide a családok, gyerekek játszanak, apukák, anyukák, vagy esetleg a kisebb testvér a mellette lévő játszóteren tudjon játszani, tehát nem szeretnénk bezárni, ez egy teljesen nyitott közösségi és sportolási tér lesz. És ugye itt térnek össze az önkormányzati fejlesztések, hiszen a kamera rendszer, amiről már döntöttünk, az lehetővé fogja tenni azt, hogy bekamerázzuk a területet, tehát a biztonságos felügyelete, őrzése azért meg lesz. Köszönjük, képviselő úr! Köszönöm szépen!